Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Idén 42 esztendős az Agárdi Popstrand. Énekes, táncol és jól érzed magad már 42 éve a csodás vízparti környezetben, mondja nekünk Turbók János Turbina. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Sziasztok. Megmutatom a kamerának természetesen. Ez lesz az idén, erről fogunk beszélgetni, hiszen 10 hétvége, 10 csodálatos nap, és alig egy hónap múlva elkezdődik, június 29-én vágjunk a közepébe, hiszen Hooligans, Piramis és Acid DC az első hétvége. Azt hiszem, hogy hát igen, a közepébe vágunk. Hát nem apróztam el, ez a 43. évad, 42 év, 43. évad, vidéken a legnagyobb múlttal ennek a szabadtéri színpadon, az Agárdi Popstrand, és nagyon lényeges, hogy a közönség tartja életben, a közönségnek köszönhetem, hogy vagyok, csak a közönségnek, és oda kell figyelni az igényekre, oda kell figyelni mindenre, és oda figyelek. Igen, hát a Hooligans jön fel, tehát nagyon is jól tudjuk. A Piramis az kicsit inkább a nosztalgia természetesen, hiszen áldott emlékű barátunk nélkül azért nem az igazi, azt tudjuk, de a Hooligans viszont egy remek gondolat. Oda figyelek a műsorra, tehát a Hooligans egy nagyon-nagyon-nagyon nagy produkció, az új, tehát nem egy nosztalgia koncert, az új eresztésből passzol a zenei világunk, és az Agárdi Popstrand közönsége is szereti. Ja, azt még elmondanám, hogy itt nem lehet találni alternatív techno, káromkodós rap, punk, meg ilyeneket a program leírásba. 42 éve ilyen nincs. Tehát Hooligans, Piramis, AC/DC, és ez az AC/DC pedig AC/DC zenéket játszik, így bemelegítéskép, és Piramis pedig ismert számokat, a Hooligans pedig egy érték szintén, az újak közül persze. Július első hétvégé, és már is itt van az ezer éves barátod, mondhatjuk így, Pataki Attila, akinek most megköszönhetjük, most olvasom, hogy elűzte a Sámán dobbal a esőfelhőket, tehát Edda. Edda minden esztendőben a legfontosabb majdnem. Csak azért majd természetesen Szikora Robit, Demje Rózsit nem elfelejtve, de a Pataki Attila más. Mi hát a szívednek lehet, is? Hát ki lehet mondani, Edda a legfontosabb, ezt is mondom a kamerába, az Agárdi Popstrandnak az Edda a legfontosabb, és minden évben nagyon odafigyelős, nagyon nagyszabású, nagyon tartalmas. Itt a közönség Agárdon többet kap, az eddások többet kapnak, ezt tudjuk. Most voltam a Budapest barban, a hétvégén meg a barban, el a trackben, hát nagyon büszke vagyok magamra. Először voltam ezen a két budapesti helyszínen, hát az Agárdi Popstrand az kicsit más. És az Edda is egy kicsit más már, holott négy évtizedes barátság fűz Attilához és a csapatához. Hát igen, én tanúja voltam akkor, amikor bajban volt az Attila, és Lem volt, és nekem őszintén elmondta, és tudtam segíteni. Tehát elég régóta ismerem az Attilát, 79-ben adtam át neki az év ígérete díjat. 1979, hát a Kertészeti Egyetem klubjában. Ismerem, és jóban, rosszban együtt vagyunk, és értjük egymást, őszinték vagyunk egymáshoz, és nagyon szereti, hogy és nagyon értékeli, hogy az Agárdon találkoznak a legeddásabb eddások. Persze óriási az elvárás, és oda kell figyelni mindenre, mert az Agárdi Edda koncert egyik különleges. Hát igen, mi mindig a kör közepén állunk, az egyértelmű. Igen. Aztán jönnek a fiatal. A július második hétvégén Vastag Csaba, már nem is olyan fiatal, hiszen befutott sztárokról van szó, és Kassa Tibi László Attilával, tehát hárman, ami azért érdekes, mert Kassa Tibit most már halmozza a műfajokat, és kevesen emlékeznek rá, hogy bizony egy remek énekesnek indult, jó zenékkel. A Vastag Csabit megismerjük, hogy az egyébként is jó volt. Nekem az az önként vállalt feladatom, az elvárás is, hogy az Agárdi Popstrand olyan műsor legyen, amely kielégít négy generációt, lányokat is, fiúkat is. Odafigyelek a műsor szerkesztésre elég régóta, és ez a műsor pont arról szól, hogy elsősorban a hölgyek jönnek, hát a életkortól függetlenül szintén, azon kívül ez egy lazább program, egy lazább est, és a Kassa Tibi át az egy szenzációs fazon. Ismeri emberként, tehát közvetlenül láthatja, hogy milyen közvetlen és milyen jó fej. A színpadon előadja magát, és mindent belead, és igazi élő show. A Vastag Csaba pedig a lányok kedvence, a hölgyek kedvence. És állócsillag mondhatjuk. Igen, intelligens, kulturált, tehát egy nagyon jó műsort ad,
és pont belelik az agári popstannak a árspolitikájába, és... Mint ahogy a mobilmánia is. Ugye az is álló csillag, az O betűben is ott a csillag természetesen, és én azt gondolom, hogy ez a rock system és az SCDC ugye visszatér többször is, ez egy nagyon kerek történet. Tehát szükség van olyan fiatalokra is, a popstrandon mindig is szükség volt rájuk, akik egy kicsit a keményebb vonalat kedvelik. Hát igen, erre mondtam, hogy több lábon állok, és betartva az arab szabályt, hogy csak színvonalas, csak nívós program lehet az agári popstrandon, ez elvárás közönség részéről. Ez most egy rockbuli. És a mobilmánia szintén egy olyan történet, hogy hát amikor a Zefi még nem volt a csúcson, akkor is mellette voltam, ő tudja, mellette voltam. Én nagyon, nagyon éreztem, hogy ez be fog jönni, és jó lesz. Zeneileg kiváló, nagyon jó rockzene. És megint AC/DC muzsikára melegítünk be, illetve nem arra melegítünk be, mert minden koncert előtt csülkös bableves várja a vendégeket. Igen, ezt elfelejtettük. Tehát csülkös, és spontán csülkös bableves, lehet ott enni a vízparton, és most már büszke vagyok, mondom még egyszer a agári popstand környezetére, mert hát valaki látja Budapesten ezek a helyek, ezek a színpadok, hogy néznek ki, milyen a környezetük. Nagyon büszke vagyok az agári popstandra, a vízpart és gyepszőnyek. Ma is füvet nyírtam, és locsolok, és ilyenkor a lelkem gazdag, amikor szép minden a fák, a platánfái mind, és hát oda jönni 5 órakor, és csülkös bableves, szól a rock, este pedig nagy élő koncert, és magas színpad, és nagyon jó hangosítás, ez fontos. Aztán jön július utolsó hétvégén péntek és szombat. Ez általában így szokott lenni, viszont az nem úgy szokott lenni, hogy Kassa Tibi megint megérkezik, az Animal Cannibals megint megérkezik, csak kicsiben, viszont itt lesz velünk a Siposfér, az Irigy, Hónajmirigy. Hát, én amióta elkezdtek ők játszani, és ugye egy időben eltűntek az új dalaik, már nem nagyon voltak, de én azt mondom, hogy egy ilyen zenekarra szükség van mindig. Hát, és hála Istennek együtt gondolkodunk ebben. Jó kedv a köbben. Ezt tudni kell, hogy Agárdon, az agárdi popstrandon teljes létszámmal vannak jelen, élőbe megy, és hát még őrültebbek. A megszokottnál is még őrültebbek, ellazulnak. Jó, Agárdon ők mindig nagyon jól érzik magukat, tehát otthon érzik magukat, kimennek, és már csak az első perc, hogy megszólalnak már a közönség nevet, de zenélnek is, ők már rockerek, tehát ők a rockzene kedvelői, és ők a rockot játszanak legszívesebben, és a közönség megkapja, és odafigyelnek, nagyon odafigyelnek a fellépésükre, hogy zeneileg is jó legyen, legyenek poénok, legyen jó kedv, hát teljes János, jó feeling. És szombaton pedig a másik zseni, Szikora Robi. Én azt mondom, hogy amikor feltűnt még egy teljesen más formációban, tehát még az Ergo előtt, akkor mindig rácsodálkoztunk, hogy honnét van az az energia benne, hiszen látszott rajta, hogy egy egészen más kvalitású zenész, mint aki a dobok mögött ott üldögél. Hiszen tudjuk, hogy vannak zenészek és vannak dobosok. És ezt az Ergóban bizonyította, remek dalok, és tehát túlélt mindent és mindenkit. Hát kedves tévénézők, megint büszkélkedek azra, hogy a legelső Ergo koncertet a Turbak János rendezte 1983. március 26-án a legelső Ergo koncertet, és Robival azóta szintén jóban, rosszban együtt vagyunk, és nagyon értjük egymást. Ő nagyon, nagyon nemes lelkű, vallásos ember különben. A színpadon meg átmegy állatba, szó szerint meghal a színpad. A legtöbbet ő adja ki magából a színpadon különben. Hihetetlen, ugye? Nem egy rocker, hanem a Szikora Robert adja ki magából a legtöbbet a színpadon. És az a barátság, nem tudom, ez örök a Robival, és egy különlegesség az agárdi fellépés, és mindig a közönség jár jól, mert ha a művész jól érzi magát, tehát szeret ott lenni azon a helyszínen, otthon érzi magát, és szünetben lemegy a turbinához, sziszik egy pohár tejet koncert közben, csak úgy spontán. Tehát otthon érzi meg át a fellépő, ki jár jól, a közönség. A barátság mindenek felett, mint ahogy Rózsinál is. Hát ez ugye még kérdéses, tudjuk, hogy most kórházban volt, meglehetősen rossz állapotban van, de azért itt szerepel augusztus 3-án a Skorpióval és a B-52-vel. Hogy van Rózsi nyilván, hiszen szintén 1000 éves igen, barátod. Igen, tegnap kommunikáltam, és jobban van, tehát lényegesen jobban van. Néha már tud lenni mérges is, hogyha valami nem úgy megy, tehát ő végül is
szellemileg teljesen jó, tehát szerencsére, tehát fizikailag vannak kisebb gondok. Minden koncertjét lemondta, de az Agárdi Popstand még nincs lemondva, tehát még reménykedünk, hogy igen, augusztus 3-án a Skorpióval és a B-52-vel egy remek este lesz, és van még egy tartalék dátum, augusztus 24, tegyük fel. Minden bizonnyal ott leszünk mindenképpen, hiszen Rózsi a csoda. Egy érték. Önmagában. Mint ahogy az is csoda, hogy, egy érték, hogy augusztus 10-én egyszerre jön az, akik a magyar identitást képviselik méghozzá kemény zenében, remek szövegekkel, olyan szövegekkel, amelyek hitelesek, tehát gondolok itt az ismerős arcok, és nem csak a Nélküledre, és itt lesz a Dinamit, itt lesz Varga Miklós, itt lesz Balázs Fecó. Tehát egy olyan négyes azon az estén, hogy ez abszolút páratlan Magyarországon. Jó gondolkodású emberek, jó gondolkodású művészek, nagyon együtt gondolkodunk ezekkel a sztárokkal. Én erre büszke vagyok, hogy együtt tudok gondolkodni egy ismerős arcokkal, egy Balázs Fecóval, egy Varga Miklóssal, egy Dinamittal, tehát teljesen megegyezik az összes elvünk, ilyen közéleti elvünk, mondhatom azt. És ott lesz a zene, ott lesz a szöveg, ott lesz a tartalom, a szívünk, a lelkünk, és ott lesz nagyon sok jó ember. Igen, én azt szintén értjük egymást. Azt gondolom, az egyik csúcspontja, mint csúcspontja, csak ezt így összehozni, ez olyan, mint egy fesztivál. Egy direkt csupa piros-fehér-zöld fesztivál lenne. Nem fogod eljön a hideg kirázott, látod? Beleborzom. A hideg kirázott, igen, látod? Beleborzongok én magam is. Na látod? No, lehet, aztán utána, ha mindezt kihevertük és átgondoltuk, hogy mit hoz majd a jövőnk velük, természetesen visszatér Zoltán Erika egy kicsit az Animal Cannibals-szel. Te azt írod ide idézőjelben, hogy csak tánc. Én azt mondom, hogy augusztus közepén még utoljára csak tánccal is lehet foglalkozni a fiataloknak, hiszen Zoltán Erika bárki is bármit mond, nem nagyon öregszik, a dallai öröklétűek, és hát a tánc pedig fontos. Az Agárdi Popstand az életkor nem számít. Így van. Soha nem számított. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy szintén a közönség, a hölgyek, a lányok, asszonyok arra a szombati napra készülnek, készülnek a táncos cipőjükkel, és igenis a koncert közben megmozdulnak, mozognak, szabad táncolni közben. Ez az est a táncról szól elsősorban, és mind élőben, nagyon jó hangosítása a magas színpadon, hogy mindenki mindent lásson, ezt előre kiterveltem 42 éve, igen. Spontán módon, hogy itt Agárdon magas színpadnak kell lenni, mert nem két fül, két nyak kukucskálok a színpadra, hanem mindenki, a középmagasok is, a gyerekek is lássanak teljes koncertképet. A Szent István ünnep előestéjén pedig tankcsapda. Tankcsapda és P-box. Azt hiszem, hogy ez megint egy ideális választás, hiszen a tankcsapdát tudjuk, hogy ők nem magyarkodnak, viszont magyarok. És őszinték, tiszták, mint egy augusztus 19-i gyönyörűséges este az Agárdi Popstrandon. Hát igen, most ebből is látszik, hogy sokszínűek vagyunk. Egy kis rockzene, egy kis Vastag Csaba, egy kis Ergo. Tehát itt nagyon-nagyon megfér a rockzene, sőt, legjobban a rockzene fér meg az Agárdi Popstandon, megmondom őszintén. És ez egy ilyen kemény, odafigyelős, zúzós koncert lesz. És erre úgy büszke vagyok, hogy odafigyelek mindig a hangosításra. Ne legyen túl hangos, de jól szóljon. A közönség szintén elvárja, azért szuper közönségem elvárja, igen, hogy ez jól szóljon, és kicsit úgy lazuljanak el. A koncertek után pedig táncparti mindig. Azt hiszem, hogy ez is népszerű, kicsit olyan, mint a csülkös bableves. Tehát ez fontos. Hát nyár van, kérem szépen. Tehát nem csak a koncert vonz önmagában, hanem a tópart is vonz, és az azért fontos. Igen, a koncertek után a turbina átmegy kicsit, nem diszkósban, mert én nem vagyok diszkós egyébként, hanem a zenéjémet lejátszom, és a közönség meg szereti. Vízparton szintén jó hangosítása, csupa jó zene, és ének, tánc, és egy a lényeg, hogy 42 éve az Agárdi Popstandon ez a négy generációs közönség jól érzi magát. Visszajönnek, éltetnek, életben tartanak. János, jegyelővétel már ugye működik. Jövétől lesz jegyelővétel, jövő héttől, igen. Tehát jegyelővétel, kérem szépen. És én azt gondolom, hogy ugye a ticketportál a jegy.hu-n és az eventim.hu-n lehet vásárolni jegyeket. Hát én azt gondolom, hogy azt nem kell mondanunk, mindig minden jegyel kell. Hát
Szerencsére értékeli a közönség, amit nyújtunk. Ez a legfontosabb, a közönségért vagyunk, a közönség pedig tényleg rárjagál azzal, hogy eljönnek, és jönnek, és értékelik a munkánkat. János, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én azt ígérhetem, kedves nézőink, önöknek is, hogy egyszer-egyszer természetesen mi is ellátogatunk a Popstrandra, és ott majd megbeszéljük, hogy mi lesz és mi volt. Azt gondolom, hogy 42 éve ez így van mindig. Énekelsz, táncol és jól érzed magad. Csak ennyi. Köszönöm Ilyen szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, meghívást köszönöm. Kedves nézőink, tehát a Turbók Jánosnál, Turbinánál az Agárdi Popstrand nyit június 29-én egy Hooligans koncerttel, de ott lesz a Piramis és az AC/DC is. Köszönöm figyelmüket, találkozunk legközelebb. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!